Elég sokszor megkaptam azt a kérdést, hogy milyen programot használok a videóvágásra, akár TikTokon, akár itt YouTube-on, és megnézzük, hogy milyen programokat használok még, hogy egyébként milyen játékaim vannak, és hogy még miket használok a videóvágáshoz. Úgyhogy mai videóban megnézzük, hogy milyen programok vannak a számítógépemen. Szóval mit nem mondjak, van egy pár shortcut itt a desktopomon, és ez még csak egy negyede azoknak, amiket használok. Igazából itt a játékoknál, hát látjátok, van Long Drive, Fortnite, Raft, PewPew Playground, Microsoft Flight Simulator, aminek csak a launcherjét szedtem le, Fall Guys, Indie Steel, Stardew Valley, van egy pár játékom, ezek azok, amikkel gyakrabban szoktam én játszani, főleg a Long Drive, úgy csak megjegyzem, hogy hamarosan érkezik abból a harmadik rész. BMP Launcher, a BMG-nek a multiplayerje, Minecraft, Chego, LOL, GTA, Among Us, Stronghold és Stronghold Crusader, Extreme, meg Sima. Nagyon OG játék, és stratégiai játék, de nagyon bírom. És aztán Steamen megvettem a kettes. Ja, az egyes azért jobb, az Sima. Meg van a Stray, meg Euro Truck Simulator, igazából ezek. Ja, meg a Genshinről csak annyit, hogy ide most bevágom nektek. Amikor megleptek a tortával az 1000 feliratkozóra, akkor azt mondták, hogy szedjem le a Genshint, és ezzel szórakoztunk, feltelepítettem, és azt mondták, hogy hely szükség esetén sem szabad letöröljem a számítógépemről, úgyhogy szerintem ez a Genshin az örökre itt fog nekem maradni. Lennebb haladunk, ezek játék launcherek meg ehhez hasonlók. Epic Games, Steam, Xbox, Battle.net, 5M, néha szoktam GTRP-zni és Unreal Engine, amit, meghajtottam egyszer a gépemet is. Nice. GeForce Experience, nem használom egyébre, csak a kártyámnak a driverét frissítem bele. Tudom, hogy lehetne ilyen momentseket játékokban meg ilyeneket, de igazából szerintem nekem ez így értelmetlen. Én nem használom, én csak a kártyámnak a driverét szoktam vele update-elni. Nvidia Broadcast, ez egy nagyon jó kis app, ilyen mikrofon zajcsökkentés, és meg ha akarom, akkor még jobban el tudom hangosítani a hátteret. Ez így most alapból a kamera objektív, amennyit hangosít, ez most annyi. Az, amit tudom még jobban hangosítani, de igazából nagyon szuper program, tehát akinek RTX kártyája van, annak mindenképpen érdemes ezt leszedni. OBS Studio, ez az, amit szerintem senkinek nem kell bemutassak. Streamlabs-et se. TikTok Live Studio, ezzel szoktam élőzni gépről TikTokon. YouTube Converter, ez egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos kis app, meg is mutatom nektek, hogyha nem a második monitorom nyitná meg. 4K videó download arra neve, de nekem a YouTube Converter szimpatikusabb volt. Nagyon-nagyon jó kis program, könnyű benne zenéket leszedni, meg igazából bármit, tehát meg fogod YouTube-on kimásolod az URL-t és ide beilleszted. Nincs itt limit, hogy csak 2 órát szedhetsz le, vagy csak milyen felbontásba. Amilyen videó felbontás van, olyanba tudod leszedni. És például a GBL tesztes videóm, amit megnézhettek, most itt van, itt az i betűnél, itt vagy itt, még nem tudtam eljegyezni. Ez ugyebár egy 4K-s videó, tehát itt a rezolúción át tudom állítani, hogy 4K-s, megfogom, másolom a linket, ráállnunk arra, hogy paste link, állítja, és igazából, ja, itt most valami nem működik, de igazából, ha akarsz, akkor le tudsz szedni 4K-s videót is. Szóval, nagyon-nagyon jó kis program, könnyű bele dolgozni. Tovább haladva Inkscape, ebbe készült a logóm, az MT Craft logó. Irion webcam, néha a telefonomat hozzá szoktam csatlakoztatni a géphez. Capture 22, képeket szoktam benne szerkeszteni, de már átváltottam egy ideje Lightroom-ra, erről mindjárt beszélek. Gimp, ezt is szoktam használni, néha fotót szerkeszteni. YouTube, ez egy Explorer ablak, amiben itt most cenzúrázva van, itt egy csomó effekt, meg hangeffekt, meg videóeffekt, meg különböző ilyen feliratkozás, meg Discord, meg ilyenek vannak. Úgyhogy igazából csináltam egy ilyen kis folder shortcutot ide a desktopomra, mert nagyon ügyes vagyok, és meg tudom csinálni. És itt jön ez a sor szerintem a legizgalmasabb. Mindenki kíváncsi, hogy mit használok. Adobe Media Encoder, ezzel szoktam kirenderelni általában a Premiere Pro-ból. Átimportálom és Media Encoderbe renderelem ki. Több infót kiír, renderelés státusz, milyen beállításokkal, milyen felbontás, milyen rezolúció, és több információt kiír. Szóval Premiere Pro, ebbe szoktam készíteni a videóimat általában, az összeset. Az utóbbi fél évben már Premiere Pro-t használok igazából. Nagyon jó kis program, igazából én nagyon szeretem. Photoshop, ezt se kell szerintem senkinek se bemutassam. Lightroom, ebbe most már az utóbbi időben tájfotóimat, vagy a profilképeket, vagy egyéb privát fényképeket ebbe szerkeztek. Szerintem jobb, mint a Capture One, ez döntse el mindenki magának, főleg aki írt hozzá. Adobe Illustrator, ez egy nagyon jó kis plusz logókat, vagy ilyen kamu képeket létrehozni, úgyhogy ha jó minőségű kamu képet láttak, az akkor lehet, hogy Illustratorben van megcsinálva, de ez nem biztos, szóval szinte biztos, hogy nem. Ha átjövünk ide, akkor itt az Armory Create. Create. Itt tudom állítani a RAM-ot, a tárgyat és a videokártyámnak az effektjeit. Most ilyen random pirosba világít így minden az egész, itt most vágóképen látjátok. Ilyen nagyon szuperül, igazából senkit nem érdekel, hogy menjünk tovább. MSI Center, alaplapom szoftvere, tehát ebbe is tudok állítani
játszani RGB-t, de az Harmony Create nekem jobban bevált. Logitech G Hub a billentyűzetemnek és az egeremnek a szoftvere, ebbe tudom állítani a DPI-t, meg a fényeket, meg a mindent, ami tudok benne állítani, úgyhogy ja, igazából ennyi. Deepel, ne kérdezzétek, miért töltöttem le és miért nem elégszek meg a webes verzióból. Sem Control Panel, virtuális szervert tudok rajta elindítani, akár webszervert, tehát ja, ez komplikáltabb dolog. GPU tweak, külön az Asus kártyáknak az overclock system, tehát itt tudom, ha nagyon akarom overclockolni egy kicsit a kártyát, fennap húzni, vagy ilyesmi, de nem, én nem szoktam overclockolni, tehát ja. Firefox, szerintem a senkinek nem kell bemutatni, Visual Studio kód, aki nem ért hozzá, ebbe tudsz kódokat, meg scripteket szerkeszteni, weboldalt tudsz benne készíteni, meg igazából ja, everything. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis dolog, teszek ennek linket a leírásba. Ezt, hogyha leszeditek, ide felül a keresésbe beírjátok, mit tudom én, azt, akkor az összes rendszerfájlt, vagy bármilyen egyéb fájlt, ami van a gépeteken, az összes meghajtón, mind itt neked kilistázza. Ha például keresel egy dokumentumot, és tudod a nevét, de nem tudod, hogy hol van, akkor ide szépen beírod, és megmutatja a helyszínét. Igazából én nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon sokszor használt nekem, úgyhogy igazából egy nagyon jó kis szoftver. Ezt ajánlom mindenkinek tényleg. TeamSpeak 3, ez GTRP-hez szoktam használni. FPS monitor, amelyik játékban nem írja ki, hogy hány FPS-en van, itt kiíratom. Hamachi, igazából ezzel fel tudok csatlakozni sem a gépre, és meg tudom hackelni. Ezzel tudunk együtt beamng-zni, meg ilyenek. Multiscreen Connect, ezzel rá bírom csatlakoztatni a telefonomat a gépre. Extreme Shell, ez egy nagyon jó kis program. Ebbe tudok itt igazából mindent, amit, tehát ezt nem mondom el, ide Neonity-nak a videóját beágyazom. Előjetek meg érte, hogy egy picit hasonlít hozzá a videó. Sokan kérdezték, hogy milyen programokat használok, úgyhogy ne üljetek meg, hogyha nagyon hasonlít az ő videójához. VPS Office, nincsen Microsoft Office-om, nem szeretem. Ez egy ingyenes, egyszerűbb, összetettebb, úgyhogy igazából ja. JackScore, desktop közepére be tudok tenni egy órát, de hát ezzel a gyönyörű csodás háttérképpel nem használom így, de nagyon jó kis program. Opera GX, ez a főböngészőm, amit használok. TeamViewer, meg AnyDesk, ez táború tudod kezelni másnak a gépét. Discord, WhatsApp, Messenger, ezek mind ilyen social dolgok. Még amit elmondok, az, hogy a tálcám az hogy néz ki így. Igazából én most Windows 11-ben vagyok. Start All Back a neve az alkalmazásnak. Le tudjátok szedni, majd teszek linket a leírásba. És igazából igen, pénzes, de hú de viccesek vagyunk. Pénzes, de adnak egy 100 napos próbát, úgyhogy ja, igazából nagyon jó kis program, én nagyon szeretem. Egyszerűbbé teszi a Windowsomat. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett ez a kis videó, akkor csapassatok egy lájkot. Ezt ilyen kis rövidebb videónak szántam. Készülnek a háttérben a nagyobb projektek, csak ezeknek idő kell. Meg hát nem tudok 0-24 vagy 0-25 haha videókat szerkeszteni. Érkeznek majd azok a projektek is, és hát akkor találkozunk majd a következő videóban. Na, szevasztok gyerekek, hihihi, haha.